Nos, szevasztok, ez itt a Grill Light, ez pedig egy kis map editor szerkesztős felvétel lesz. Persze, majd lesz tovább Heroes of Might and Magic három játék is, de az majd csak szerkesztés után, meg másnap, amikor meg ikonanoztam magamat. Azt vettem észre, hogy kurvásan divat lett ez a játék. És eléggé rossz értelemben. Nagyon sok ilyen kis fiatal gyerek kezdett el hirózozni, aminek igazából örülni kéne, de nem tudok, bazd meg. Nem, nem nem nagyon örülök, hogy megint mainstreambe kerül ez a játék. De hát ez van. Majd lefeljebb megunják. Nos, nézzük, hogy mit szeretnénk. Milyen pálya legyen? Én amúgy gondolkoztam egy ilyen gyűrű kura pályán is, hogy jó kis mordort megcsinálnék. Mondom, e, a faszom nincs ehhez most kedvem. Meg már aztán csináltam is annyi mordor pályát, csak mindig, amikor újra lett telepítve a gép, ezeket a pályát, annyi jó pályán volt, és, és, mind elveszett bazd meg. Sose írtuk ki. És ez baj. Ez nagy baj. Úgyhogy nyomjuk szépen így a dolgot. Hogy is legyen? Most elősztorit nem tudok kerekíteni hirtelen a gamehez. De mivel közeledik november elsője, azaz halottak napja, nem lenne rossz egy ilyen nekromanciás, andedes pályát létrehozni. Tehát természetesen mi leszünk az undead frakcióval. Val és, és nem tudom, valamiért én mindig így ilyen fentről szeretek lefele menni, tehát szeretem a vármat mindig ide pakolni. Hát akkor legyünk, legyünk a player egyek legyünk a vörösök. Undead. Hú, mi legyen a várnak a ezt picit kintebb húzzuk. És jó lesz nekünk a zöld. Ilyen, ilyen földomlás, meg ilyen izéket teszünk ide mögéje, hogy nem mindig már hegy, hegy legyen, meg ilyenek. Legyen itt ilyen, ilyen normálisabb, ilyen kis földindulásszerű is megcsinálva. Hát túl sok variációnk az nincsen, tehát ebből kell összerakosgatni valami frankó hangulatos kis e, dolgot. Egyébként nagyon az, hogy rá lehet pakolni, tehát e, nagyon nagyon jó dolgokat ki lehet hozni. Össze lehet mozaikolni, nagyon frankó hangulatos e, ilyen beomlott földrészt. És e, ennyi is, meg vagyunk, jól van. A jó lesz. Nézzünk tovább. Azt hiszem, azt ebbe a genyóba kell. Szeretem építgetni a pályákat. Én már úgy, így nagyjából 1998 ó, 8, hát hülyeséget mondok, az meg. Én valamikor a 90-es évek eleje óta játszottunk a Heroes 1-jel. Persze akkor nem volt meg, hanem haveroknál, vagy ismerősöknél, esetleg nyaraláskor, például is a szegen nyaraltam, akkor ott például egy srácnál játszott, ott láttam életem először a Heroes egyet. nagyon, nagyon, ott nagyon megtetszett a játék. Csak a srácnál, akinál játszott, játszottunk, nagyon gyökér apja volt, nagyon gyökér szülei voltak. Aztán egy elkezdtünk játszani, azt nem tudtuk rendesen befejezni. Egy vendégségben voltunk egy ilyen uh, unokatesómnak egy ilyen, ilyen osztálytársánál, azt hiszem. srác az nagyon rendes volt, mert nagyon segítőkéz, de a szülei az katasztrófák. Általában mindig az ilyen rendesebb gyerekeknek full köcsögök a szülei, tehát ez, 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 ez sajnos így... Ez egy, ez egy ilyen dolog. Hát de hát ez van. Jó, ez ilyen kis misztikus ilyen fosos ködöt ide teszek. Mi is ez? Evil Fog. Tehát így ezzel el tudom választani így a is, hogy Hogy ezt a koponya szigetet. Ez már persze nem az alaphírózba volt, nekem ki volt írva például CD-re, hanem, hanem már egy ilyen kiegészítőben. Na, görögess, sémát, ezt szemét látom. Na, no. ez az. Franco. Ez így, ez így már. Ez így már jó. Így tesszük. Majd lehet látni így a éleket, de hát... Bassza Isten! Még mindig nem tudom, hogy mi legyen a... Fű, meg! Hát figyelj, legyen egyszerűen. Necromundo az kész. Mint a varhammeres világnak nekromunda. Nem nagyon erőltettem meg az agyamat vele a kapcsolatban. Ő lesz, ő lesz ugye bár saját. Tehát kell egy erős kezdőkészlet. Lesznek bányák, de igyekszem széttagolni őket. <tosz> Moment, azt rossz helyre jöttünk be. Legyen ilyen füves rész, az azzal nem lesz gond. Legyen egyszerű. Egyszerű a pálya. Aha. Itt lehetne egy ilyen kis tavas érdekes rész. Ebből nem lett volna rossz, hogyha ezekből a tavakból mondjuk, többet bedobtak volna. Ki lehet belőle hozni ezt az érdekes sásos lófaszt, de variálgatni kell, az biztos. Ez ilyen kis ilyen, ilyen ingoványos érdekességet lehet bőle kihozni. És akkor azt a kis szöszöcskét, vagy egy kis dombocskát így belepattintjuk, és így már is változott a úgy nem, de... <laughs> De, de, egyébként így, így, meg lehet változtatni szépen így azért, hogy vagy esetleg ilyen kórót belerakunk még, hogy ilyen érdekes legyen. Így nagyon szépen el lehet szöszölgetni, nagyon mesteri alkotásokat lehet létrehozni. Hát csak az a nagyon sok idő, tehát van, egy, van is egy olyan rész, hogy azt hiszem így bejelöl, bejelölöd oda az, azért, ezt időben ma úgy csináltam. Map azt hiszem közvetítettem twitch azt, azt az tuti. Nem tudom, hogy én tettem-e föl, rémlik, hogy lehet, hogy tettem föl gameplaybe is, gameplaybe, mondjuk egy ilyen kis felvétel esetében ilyet. De mondom, legyen már egy kis sajátos érdekessége, nyárfákat leteszünk. Mi is ez? Mit írja? Milyen noak ez? Na? nem már meg. Oak trees, oak azt hiszem tölgy. Az oak az tölgy, ha minden igaz. Tölgyfa. Nézzük, várj, nézzük, van itt másik fajta fatípus is, amit lerakhatunk. Azt tudom, hogy ez a fenyves. Ez a pine tree. Igen, igen, ez, ez egyértelmű volt. Pine az a fenyű De van itt ilyen vegyes gecis lófasz, ez már ilyen ilyen. ilyen... Ez is oak tree. Az is csak, ez már ilyen nősi lehet. Értem. Hát itt sokfajta oak tree. <laughs> Tölgyes. Mi az akácfákat amúgy nem szeretik? Most azt sem tudom, hogy az hogy van angolul, baszló. Jó, fasz, akác, az a legjobb kurva gyorsan nő, nagyon, nagyon finom rajta a füst egyébként, hogyha azzal főzöl, azzal bográcsol az ember, nagyon ilyen kellemes, finom, ilyen, fú, én nagyon szeretem a füstjét, mint a szomszédunk, hála az Istennek, az akáccal szokott tüzelni, nagy milliárdos ember, de, de, de egyébként itt szeret, szeret, fával tüzelgetni, mert akinek minél több, minél több van, annál sóherebb, azt, azt szokták mondani egyébként, de becsüljük meg, mert fűthetne szeméttel is, mint a harmadik szomszéd, baz meg. Azt a kurva anyja. Azt az bedurantja a kazánt, plána majd most így, így, így a, ilyen fidesz szopás idején, mint most ide baszott nekünk ez a geci kormány, hát az majd gyönyörű lesz, baz meg. Most itt majd legnagyobb milliómosok kezdenek a leg, legjobban sóherkedni, azt alágyújtanak mindenfajta fossal az a szagolhatjuk, annak az gyönyörű lesz. De mondom, amikor a közvetlen szomszéd az, az be, befűt ezzel az akácfával, és is akácot szokott rendelni mindig. Olyan szép fasz a kellemes illat van az udvarba tőle, nagyon, nagyon, nagyon jó annak az égés terméke. De mondom, nem mindegy, hogyha akácon főzőskézik kézik az ember, hogy nyáron szoktunk, maradt, maradt, nekünk régről, mert mi is az, hogy fával tüzeltünk nagyon régen, az maradt, maradt, némi kevés akácfa, és amikor például alá tesszük a paprikás krumpli alá, iszonyatosan finom kajákat lehet akácon főzőcskéz. Nem, jó, jó, jó elkanyarodtam most így a témától. Most úgy a kormány szidásba se akarok bemenni, most így láttam a Telexnek a videóját, bazd meg. Hihetetlen, hogy mindig tudják imádni az Isten ezt, ezt a izét, bazd meg, ezek után, ilyen nyomort idebaszott az országba, rákosi óta nem volt itt ilyen nyomor, az meg. És mi mindig úgy, azok a szektás geci hívői úgy odáig vannak érte, nem, nem, is ezért az, mert nem is mondom tovább. Ez egyszerűen a vérlázító geci. Úgy fölment a vérnyomásom, tehát csak éreztem, hogy nem kéne megnézni. Máma egy horror filmeket lesegettem, rengeteg ilyen horror DVD-n van egyébként. És ő megnéztük haverra, vettem ilyen, ilyen viszkit, hogy tunguska ba, viszkit, bazd meg, bocsánat, izé, mit vettem már? Vodkát, geci. Tunguska ez volt a neve. Az ez valami commerce De nagyon fasza. Kellemes volt. Itt ittuk tisztán is, meg narancs narancslével. Fú, geci. Beszart a seggem a nagyon fincsi volt, bazd meg. És aránylag az a vicc, hogy ennek nem ment fel a zára. Mondjuk nem akarok ezeknek a gecinek, geciknek ötletet adni, hogy még azt is felnyomják. Viccen kívül. Tehát mondjuk két éve is ugyanennyi pénzé vettem, mondjuk a Finlandiát, meg a izét, meg a többi vodkát, mint most. Nem, nem nagyon ment fel a zára, nagyon minimálisan a luxus cikkeknek nem megy föl az ára, csak az alapvető élelmiszereknek bazd meg. És persze a háború miatt. Hogy ne, Az is barom, aki ezt elhiszi, geci. Az, az se normális. Hát, de, de, de nem mondok semmit, geci, mert rommá diszlájkolják a csatornádba, az meg így a... Egyik videómban így, így, köszöntem be, hogy, hogy üdvözlök mindenkit a há három millió kipcsak országába, basztak is rá öt diszlánkat. <laughs> nem mondom, a ide is jöttek, mondom, a zsidesszesek, basz meg. <laughs> Kellett nekem elszólalni, rögtön tiltó listára került a csatorna, basz meg. Jaj. bár egyszer volt egy ilyen nagyon gyökér, ilyen, ilyen, ilyen fidesz szopó gyerek, azt, azt bannoltam a fozba. nem, nem kormányügyileg eh, lett vele összeveszve, hanem, hanem a dekkes videóknál, nagyon flegma stílusba, nem tudom, de ezek, ezeket itt tanítgatják, tehát, egy, tehát ez valami, 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 ilyesmi lehet bazd meg. A bunkóságra szerintem. És, és valami nagyon-nagyon-nagyon flegma módon Ilyen, ilyen, segből kirántós módon érvelt a csávó, de tök, nem, nem is volt igaza, ez volt az egészben a vicc, hogy na azt így, így szó nélkül bannoltam a gecibe. De, és azt onnan tudom, hogy az ilyen fideszes troll, ilyen Bértról. de hogy nézegettem régebben, nagyon sok, ilyen, egyik, nagyon sok ilyen politikai oldalt szoktam nézni, amúgy ilyen fenyves rakok ki, de szép ilyen terepmintába, geci és az a lényeg, hogy azt a, azt a faszopót, azt mindig láttam gyirogatni, mindig írogatta a baromságait, geci. Mindig, mindig oda kommentel, de vagy irdatlan a körségeket. Hányan megkérdezték tőle, szerintem, hogy mennyi pénzt kap, ugye, hogy ilyeneket kommentel. Először, hogy vannak ilyen hitű faszopók, de hát, geci, nem tudom, hogy ez most, ez most miért jó, vagy mi az Istennek kell ezt így ennyire erőltetni, bazmeg? meg. Mert ez így, egy, ez így valami kurvára. Tetvesül szar, az biztos. De se baj, én jó meg vagyok. Remélem a kedves nézők is. Ez a legjobb egyébként ilyen jó faszakis játékokkal ki lehet kapcsolódni. Nekem ez a régi gyerekkori frankó játékok jelentik mai napig is a legjobb stresszoldás. Komolyan mondom, ez akár jó baszásnál jobb stresszoldás, az biztos. Biztosra mondom. A száz százalék. Jó kis játékot benyom az ember. Általában az szokott engem mondom lelombozni a játékokban, amikor megjelennek ezeknek a játékoknak ezek a Uh, úgymond ezek a idézőjeles náci kiadásai, tehát nem, nem, nem horog keresztes értelemben értem, hanem ezeket a, ezeket a... Ú, tula, úgy játszok, geci, hogy bú, vagyok a pró benne, bazd meg. Ezt mindenkit elküldök a kurva anyába, kisicska hozzá. Jó, ezt nagyon nem bírom, bazd meg. Nagyon-nagyon nem bírom. Ú, de vovoztam, geci. Fú, geci, ez voltak olyanok, bazd meg, 5 percenként Irogattak, amikor volt lájvoztam, live live-oztam. irogattak a cserbe, Twitch-en, hogy miért nem, nem, nem hordával játszol, béka tingatsz az izékbe, miért nem gyors billentyűt használsz. Hát mondom, majdnem, majdnem, írtam, mondom, hogy jó kurva anyádé, az meg. azért megkérdezt, Geci. Hát mondom, azért, mert így kényelmes. Így szoktam meg, azt, így ne hiszem, hogy sokfajta képpel lehet játszani, bazd meg. Én mai napig például láttam egy haveromat, a mai napig úgy játszik, baszki, hogy nem használja a VASD-t, hanem a játékot a billentyűzeten lévő nyilakra programozza, állítja be. És sokkal szarabb, mert egyébként így leteszed a billentyűzetre a tenyered, és a VASD az így alapból kézre esik. Mert már úgy játszok, hogy már nem is nagyon nézem, érte? Nem nézek oda le a VHD-t, azt már úgy, úgy, kibírom úgy, úgy pötyögtetni, hogy, hogy fasza legyen. Tehát se csak fa legyen már ezen a pályán, bazd meg, most kapcsolok. Na mindegy, és az a lényeg, hogy, hogy, hogy sokkal szarabb, hogy így átnyúsz a hasadon, így, és így, vagy kiebb húzod a billentyűzeted, és akkor így nyomogatod a kibaszott billentyűzeten, az meg. Sőt, olyat is hallottam, aki a numenikus, numenikuson nyomkodja az irányokat, bazd meg. Ad, szerintem az még nagyobb ö, nehézség, mint amikor egérre bekattingatsz, mondjuk ott a WoW ki volt arra, hogy egyes, kettes, hármas, és ki voltak rakva a skillek. Szerintem ez az még perverzebb, akkor mind ugyanezt, aki numerikus billentyűzeten játszol, mondjuk balkézzel geci. Mert mondjuk, hogyha balkezes vagy, és akkor ott van a sima nyilakon az újadulmi mi teljesen rásik, de emberek többség azért, lássuk be, nem balkezes. Szóval érdekes, érdekes az ég ezek, és akkor megjelennek ezek a. Mindig azt hogy vannak vovnácik, most már, már vannak híróznacik is, sajnos. Vovnációt Konan nácival még nem találkoztam, Konan Exiles nácival, az a csoda az meg. De Vovnál már kaptam üzét, hogy milyen játék stílusban játszik az ember, meg ilyenek, az meg. Mondom, azt a kurva, geci. De még hogy azt ír érted, hogy fúj, csúnyán beszélsz a videókba, nem nézlek, mert káromkodsz, én azt mondom, hogy teljesen igaza van, mert tényleg csúnyán beszélek a videókba, és, és nem, nem valami jó dolog én így szoktam meg sajnos, és persze ez nem mentség, de, de mondjuk a káromkodás az egy olyan dolog, hogy az tényleg csúnya dolog, nagyon, nagyon sokan nem szeretik például. Ezt emlékszem, voltam egy melóhelyen, azt, volt egy kolléganőm, egy ilyen kis ilyen duci csaj volt, nem igazán jött be, de nem volt rossz se. Az ilyen, ilyen szódával elmegy, tehát én mondjuk egy, 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 ilyen, ilyen, ilyen patront megérős típus volt a csaj. Ezt beszélgettünk, beszélgettünk vele, sok mindenről, hogy milyen nem, nem akartam rástartolni, meg semmi, meg ilyenek. Azt kérdezgettem, hogy ezért mondom, hogy mi, a a, véleménye, véleményem, hogy mondtam, milyen csávó jön be neki. A poénból megkérdezem. Azt mondja, tökre összejönne velem, csak az a káromkodok mindig. A látod, mondom, ebbe igazad van, mondom. Ez így működik, ez sajnos ez ilyen. Mondom, ez, ezzel nem is vitatkoztam, mert ez... ez... Ez kibaszott csúnya dolog, de én kurvára lesz. <laughs> Úgyhogy ez van, geci. Ezt, 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 ezért is írtam ki, emlékszem, a, akkor csatornát szerkezgettem. Ma megint csak fákat rakok, hogy mi a faszomnak nem. Pályára kéne figyelni, nem a hülyeséget lökni, meg állás nélkül. Hol vannak már bazd meg A Várjál, mert nem is so milyen a faszom ez? Hát nem is ott vagyok, geci, hol kéne Na, igen, itt vagyok már. Átmentem a mocsorosra, hogy ott is vannak ilyen, ez is milyen oaktvíz, meg mi a fasz, ez is, ez is ilyen, ez ezért... Tölgyes geci. Ez az. Nézzünk valami jó kis hegyeket. Jó, itt benőtte. Na most meg elfelejtettem, mi a kukét akartam mondani, bazd meg. Aha. Ja igen, akkor szerkezgettem a csatornának így a, a bemutatkozó részét, az is nem tettem ki föl ilyen bemutatkozó videót, mert sok ilyen YouTube csatornán szokott ilyen lenni, hogy ilyen, ilyen bemutatkozós rész, meg ilyenek. Mondom, én mondom, geci, ez, ilyet én nem, nem, nem csinálok, mondom, hogy valaki, valakinek megtetszik a csatorna, ő el tudja dönteni, hogy akarja nézni, vagy nem. Általában mindenből van egy kevés, ennek ez a hátránya, hogy el is húzódik például. Én most már, én nem tudom, én már két hete fel akarok venni egy normális dekkes műsort egyébként, és viccet félretéve. Ezt miért raktam ilyen sűrűre, bazd meg? Gecovári. Na, no, így. lehet ilyen kis beugrós, ilyen kis, ilyen kis zé. Így. Ilyen kis eltévedős hurok. Ne lehessen belőle kimenni. Egy normális dekkes muszor, műsort szerettem volna összarakni, Haladni akarok a kazettákkal. Ugyanis már rengeteg CD van. Van bakelitem is, de megmondom őszintén, a bakelit lemezeimet kb. két műsor alatt le tudnám adni. Tehát két részes videó, de az is lesz persze, meg lesz csinálva, de további nélkül. Na, és az a lényeg, hogy ragadjon a bélyeg, meg az, hogy. nem is lenne, igazából nincs olyan túl sok kazettám, de egy sorokra osztottam föl a dolgot. De vala, valahogy mégis így legegyszerűbb dolgokkal képes vagyok furra full, beakadni, amik meg ilyen komplexebb dolgok, mint például a makettépítés. Most például is kettő ilyen makettizés. Kettő a fasz, hát még ott volt a, nemrég fejeztem be a Focke Wolfot is. Az is úgy kint van most már így az év videón. Na azzal aztán volt, volt némi Ja, már értem a pálya aljára, bazd totál elbeszélek, bazd De fogja vulfos témát megcsinálgattam, az, 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 nem, az, nem, volt egyszerű. De most, ahol belekezdtem például a Revel Maketbe, irdatlan sok időt. Tehát tényleg van szabad időm. Tehát azért, azért, tudok így videózgatni, megmondom őszintén, mert van szabad. Olyan munkahelyem van, hála az atya úristennek, bassza meg, meg anyámnak a leleményességének. Hogy, hogy ö, igen, szégyellem, a szerezte ezt a nekem, hát van ilyen. Hál az égnek. És ö, hogy van van szabadidőm, nem azt mondom, hogy olyan kurva jó keresek, mert az, azt nem, de plána most ez a köcsög recesszió miatt. Ami jelzem, már az ukrajnai háború előtt is volt, ma akkor is kurva magasak voltak az árak. Csak mondjuk itt kicsikét most rá lehetett fogni mindenre. De az áfa kulcsot ezek a büdös gecik nem vették volna vissza. Jó, de, de nem baj, nem, 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 akarok tényleg ilyen kormányfikázós ezért csinálgatni, mert nincs kedvem harcolni a Fidesz szopókkal. De és az a lényeg, hogy hogy így ö... én elfelejtettem, az meg, hogy mondani Lukas az agyam. E, na. És így lenne, lenne idő az videó, videót készíteni, csak hát mind, mindig van valami, ami közben jön. Most elkezdtem megint edzegetni. Aztán most arra megy az idő. Erre megy az idő. Hát meg ilyenkor tényleg halottak napja előtt. Az elég sok horrorfilmet nézek, ne erre is kitérek egyébként. Például a kokáé, ami horrorfilmeknél tartunk, ezzel is kerüljük legalább a Fidesz témát. Horrorfil és hát ez teljesen jó egybeépülés. Én ráhúzom a két gyökeret egymásra, és akkor olyan, mint egy harmadik izét kapnék. Tehát tökre így. Jó, jó ki voltak ezek találva egyébként, ez a pálya szerkesztős dolog, ez, ez így mindig bejött. Kicsit macerás, de azért, azért, lehet vele okoskodni. Én a Halloween első részét nagyon imádom, az meg is van egy ilyen aró ki... Aró? Aró? Milyen kiadás? Na elfelejtettem már, nem aró, az hogy lehet, hogy aró, tudja faszom. Ö, ki, ritka kiadásban van, meg ez régen megvolt egy teljesen más kiadásba, azt már elajándékoztam, nem tudom, hogy miért, faszomat, volt, volt az meg. Pistinek, egyébként annak a srácnak, akivel Vampire Dark Age-ezni szoktunk, ő, ő, neki adtam oda még nagyon-nagyon régen, évekkel ezelőtt már, idejét se tudom, hogy mikor. És itt lesz egyébként az ellenség, de kéne lerakni középre is egy ilyen köcsögöd, bazd meg. Bázd meg! Na mindegy. És uh, szerintem ez egyik legjobb film. Egyik legjobb film. John Carpenter, nagyon szeretem a munkásságát. Például a Halloween 2-t is azt, azt nem veszem meg lemezen, meg sincs, meg sose szerettem. A másik részt sose szerettem. Mind valaki azt mondja, hogy az a legjobb, de szerintem nem. Ez az első. Azt megnéztem, hát én mindig nem kedvelem azt a filmet. Tegnap hat, vodkázás közben megnéztük a haverral az első részt, előtte megnéztük a péntek 13 első részét, amiben ugyebár a Jason anyja volt a gyilkos. Jasonról csak beszélgettek. Na faszra, valami rá esettek kezem. Hú, lenyomtam a izének a motorjárba, az a repülőgépnek a motorját lenyomtam, mint a makett az asztalon még mindig. És én azt nagyon régen láttam például a Péntek 13 első részét. Ö, nem nagyon szerettem, de szerettem a Péntek 13 -a, de valami sosem az első részét. És újra néztem, így viszonylag felnőtte fejjel, azt hogy nagyon ilyen fiatal felnőttként láttam, Tég mikor, a 2000-es évek eleje óta nem nagyon néztem Péntek 13-at. De annak előtte folyamatosan, tehát videókazettál nekem, hú, az meg. Szóval meg volt a, a, három, a négy, az öt, meg tehát kölcsön adva ott volt a hat, hat, amikor, amikor New Yorkban volt, aki a magnót elrúgta a pánkok elől, bazd meg. Volt egy ilyen rész, hogy ülnek így a pánkok, így vigyorognak, meg minden, ez így megy így a Jason a és így, így dur telibe a kazettás magnót. ez tényleg a film legszebb jelenete. Na az volt még meg. És azokat nézegettem nagyon. Rémálom az elmúlt számonak az összes része meg volt videókazettán. Meg volt, meg van, ott van oda, kint a fészerbe. Hú, de szar ez a pálya, eddig baz meg. <laughs> Geci, várja, már, ritkítom itt a tavat. Nem kellett volna ennyire bejzni. Ez, ez itt maradhat. És teszünk ilyen kis beugró részt, ilyen kis szutykot. Aha. És ezt kihúzzuk, ezt meg így hozzá kötjük ehhez. Ez így, ez a szélére, ez még így bekapja a brémet. Ez itt ráhúzzuk. Így a figyma szűkületbe is mehet ez az. Na így már egy érdekesebb lett a túnak a kinézete. És ezt nagyon, nagyon sokszor néztük, emlékszem, Haverról is. Sőt, sőt haver az iszonyatosan rá volt ezekre függve péntek 13-akra. Hárma, Ugye 2000-es évek elején nagyon, nagyon sokat néztük. Most újra néztem az első részt, tegnap vele, vodkázás közben. Fú, ez meg jobban értékeltem. Megmondom, az első ez nagyon jó. De szerintem gondolkozok, hogy lemezen begyűjtöm az összeset, de nézegettem, hogy vaterán, hogy kegyetlen árba futnak, az biztos. Az kegyetlen árba fut. Úgyhogy azt nem igazán éri meg DVD lemezen, inkább akkor már blu ray angolul beszerválni, ez lehet, hogy nem is lenne rossz. Na nézzük, térjünk vissza egy kicsit a hirózra. Már már kezdek így elakadni így a beszédbe. Ez még a redre van állítva. Most player none. Ez milyen bánya? Ez arany. Ugye bár lent lesz az ellenfél, érdekesen kell letenni. Így. Nem szabad úgy rakni, a túl sok pálya legyen, mert akkor az ellenség úgymond elkanászodik. Tehát valahogy úgy kellene szerkesztenünk, hogy egy, egy hegyvonulatba max. kettő megnyitott bányát teszünk be. Tehát például itt a kristálybánya, ez közel is van hozzánk, de valahogy úgy kellene baz megberakni. hogy mondjuk ezt a fost ide elhúznám, ide betenném így, ezt a fost ezt így ide húznám, így igen, és akkor meg lehetne így ide rakni. Anyát meg nem baszná. Itt lezárunk egy ilyen kis hurkot, be lehet jönni, csak itt már elég nagy kemény kerülővel. Kristálybánya, oké, okay. ez a másik hegyvonulat. Aranybánya, mi van? Szellembánya, De akkor nem ez kellene, hanem majdnem ez, az lehetne itt. A kőbánya az külön. Az, az gyakorlatilag bárhova letehetünk. Kőbánya. Kőbánya felső. Egy kőbányát. Jaj, tegyünk le így. A másik kőbányát lerakhatjuk így. Közel kell tennünk. Azért mókolok Egyébként. Hát ez egy kis pálya, tehát elengedhetetlen sajnos, hogy a hogy a, hogy a bányák közel lesznek egymáshoz. Idén az egyik fabánya, <laughs> Lentre például itt csinálunk egy kis zárt hurkot. Egy ilyen kis így, vagy nem így. Hónap hónap munka, ez basz meg. Ajj, ajj, ajj. Aha. Ide tehetünk egy ilyen kis pinduri lófaszt. Fa. Kő. Mm. És valahogy így egy ilyen erdő szerűséget, tehát egy erdős sávot leteszünk, lehúzunk, nehezebben közelítik meg a várunkat, lábos kilódósabb, letehetünk ide egy, egyik végé az anyádat. Egyik végéből a másik végébe egy ilyen főzőműhelyt, ilyen alkímiai labort. Letehetünk egy ilyen porgecit ide, szulfur bánya. Ez így a koponyák, ez így érdekes is, és már is frankók, faszák vagyunk. Ja nem, hát még hm, kőbánya blues. Na nézzük. Ez valahogy így, így be a tavas gecibe el kellene rejteni. És így lenne értelme gyakorlatilag, így egy kicsikét jobban be tudjunk menni a gemeknek, és akkor a gemek már is itt vannak. Nagyszerű. Nézzük a kincset. Kell-e némi induló tőke? Nyilván gold lesz. És nem tudom, hogy most ez 666. Lehet, hogy kevés, lehet, hogy sok tudja a bré. 666 mm. 6666-ot kéne inkább, mert az a helyzet, hogy ezer aranyat ad egy nap. De akkor egy napi bevételt se szereznénk így ebből. Ez így kell. Én azt szóval, mondom, hogy kezdő sereg. Uh, hős az nem lesz. Nem lesz a várba. Azt külön kell vásárolni Gerson. Óh, oh, várjál. Kusztom. Uh -huh. Hát kezdjünk azért uh, skeleton. Skeletonnal. Azok a leggyengébbek. Azok, azok nem túl erősek. 111 skeleton, az szerintem az korrekt. Kezdés arra, arra nem lehet panaszkodni. Azért az nem túl erős, tehát azt, azt azért lássuk be. Jól van, jól van. Na nézzük, legyen a Player 2. Ő lesz ez a ton. Ő milyen vár lészem? Hát embereknek kéne, hogy hú, igen, 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 milyen érdekes is hóna, csak hogy nem emberek lesznek. Kék mocsaras buzik ezok. Hm. Nem volnának rosszak. Esetleg lehetne olyat mókolni. Bocsánat. Csak akkor ne ez így. Csökkentjük a méretet, és akkor így is tudjuk kenni szépen. Remek! Igen, ezt így, ezt így. Ezek a fák így ne nagyon lógjanak bele. Remek, igen, tettem már egy aranybányát így egy-kettő ilyen kiszáradt fát ide is csaphatunk így. Azt hittem már megfagyott a gép. Ma mostanában szeret megint fagyogatni ez a bűdös retek. Én ezt a nem nagyon szívesen tolerálom. Na, nehezem nehezen mozdul meg ez a szemét. Váracska. Hát ezek nem is narancs, akkor legyen narancs bazd meg. Orange. Orange. Ha már egy a döbörögiket szittuk. Felcsút, geci. <laughs> Jó, viccnek is rossz, bazd meg. Itt élik ki az ember a gyűlöletét, bazd meg. Jobban járnak, mint mondjuk koponyák bebaltázásával élvezkednék. Ez legalább ezen még lehet tár röhögni is, hogyha van némi humorérzéke, ilyen feketébb, sötétebb humorérzéke az embernek. Na nézzük tovább. Hát természetesen ők is kapnak ilyen kezdőcsomagot. Mert egy ügyes ládott a ganénál. Így. Felcsuti. Egy rest is nyomunk ide, ez ilyen random, bármi lehet. Ide is tehetünk egyet. Tessék, ez ilyen érdekesség. És... Is... Nos, kezdjük meg így a javaknak az elosztását. Nem is lenne rossz egyébként kipróbálni. Hát ez meg következő videó lesz szerintem. Elkészítem azt, utána megyünk is majd Conan Exile-ozni malig várom. mert tudja a Bré, lehet hogy föl, föl kéne venni azt is geci, csak... Azon meg az a baj, hogy nem biztos, hogy jó lenne itt a izé. Már van egy ilyen OBS beállításom, ilyen hirózos. És ezt nem akarom betöltögetni. Ja, ja, azt majd ez külön, külön, nem, nem zéles, nem, nem, nem. Hány perce megy már ez a fos? Van 41 perces videó azért nem, nem nagyon kap, kap, kapkodtam kalp, el így a dolgokat. Jól van, de ez még mindig rossz volt megnyit, rossz dolog volt megnyitva. Player non era, mert nehogy már neki instantba legyen meg, baz meg a izé. -e. Gecovári. Ilyen szulfúr cucc az lehet neki is így közel. Így. Ez az, ez is így följem megy. Remek, arany, kő, szulfúr... ...fa. Aha. És itt is lenne... jaj. Jaj, 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 nem. Fát kerestünk, az meg. Mert közel van az ő fabányája az én fabányához. Fabány. Fűrésztelep. Így. Szépen átmozgattunk a lemok ok nélkül, mert ide egy szellem bánya, ide egy kristálybánya, hoppá, az már egy izébe van, ez nem jó. Igen, igen, mert mondtuk, hogy ne legyen egy hegyvonalatban több fajta bánya. Aha, kristály. Itt lehet egy ilyen alkimiai labor. Az egyenesen kettő A Alkimiai labor és egy tavacska. Itt. Kristály, arany, fa, Jól van. A hát taranyból azért, az, az, keveset raktam le. Mm. Így Marad Maradt ugye bár itt egy kis terecske. Mi jót tegyünk ide? Hát itt ilyen virágos pipacsföldet, meg ilyen izéket ide tehetünk, hogy szebb legyen, meg minden. Cukimuki-ság legyen Ide egy kis ilyen vízpartot Kis dombigecit Hát tényleg ezek majd apró részletek, amikről el lehet húzogatni az időt nem rossz egyébként. Ez, egyébként ez is egy tökéletes stresszoldó. Már egyébként már jó ideje akartam mint hírózózni, mindig, mindig valami hülyeség közbe jött, hogy valami más. Ugyanúgy, mint a kazettás videóknál. Tehát tényleg most már dekkes videót is már rendesen akarok csinálni dekkes Már ma, ma már két hete folyamatosan minden nap akarok dekkes videót csinálni, csak valamiért sosem jön úgy össze. A dolog is az engem egy kicsit már kezd húsztrálni. Nem beszélve a könyvek a sötét oldalról című vlogműsor, ami a három műsor kompletten megvan írva, baz meg. Megvan írva. Mind a három. Le van gépelve a szöveg, a téma. Csak gyakorlatilag út is mekkora kihagyás van. csak gyakorlatilag föl kéne venni szépen. Van nekem ez a kis, amit így, hát nem mondom, hogy animálgatok, hanem ki van vágva egy ilyen régi doszos Space Hulk játékból egy ilyen Space Marine, elméletileg ő kinek? ugye vulkánnak az ember, elfelejtettem már, Salamanders, Salamanders Terminátornak a beszélgetős feje ki van vágva, és ahogy beszélek, úgy, hát gyakorlatilag idézőjelesen rávágom a mondani valót, amit mondani szoktam. Ha már valaki lát ezt a videómat, akkor tudja, hogy miről beszélek. Hát igen, ez ilyen könyves témájú videó. Régebben voltak ilyen antikvár könyv unboxingok, -ok, most ezekkel látom unboxingokban gyakorlatilag tényleg most már csak a melyik van most már a kalandjáték kockázat sorozat van. Most már csak az van. Ilyen unboxingba. Esetleg mondjuk, hogyha egy nagyobb, érdekesebb, költségesebb dolog kerül be, akkor abból még lehet úgy videót készítenem. Uh, hú. Fát tényleg ne rakjuk már le, meg. Na, lehet ilyen kővidék, ilyen köves, kavicsos lófasz. Szerepjátékok, azok mondjuk nem tőlem függenek. Az például Pisti, egyébként Attilával is, aki tudod, aki Conan Exiles-ozunk. Igen, mert nem, nem, minden, gondolom, nem mindegyik videón van megnézve, szerintem itt is a megtekintés olyasmi, mint hogyha vannak olyan nézők, akik például csak a kalandjáték könyvet nézik. Vannak olyan nézők, akik csak a makettes témájú videókat nézik. Ezzel nincs baj semmit, én is így szoktam lenni, tehát érdekel valami, és egy specifikus dolog miatt ezért például van ez a Just, just dance Ez például nem akarom már így bereklámozni, mert ég a pofám, hogy nézek. Mert egyébként nem, nem bírom a popzenét, mindig is rüheltem. De egyébként, ha egy jó csaj táncol rá, hogy miért ne nézni az ember? Lább is én úgy vagyok vele, hogy buzi nem vagyok. Csinos nőket mindig csipáztam, tehát akkor hajrá, érted. Na mindegy, ez a lényeg, hogy meg nem, ugye csaj is bejön. Szóval, szóval nézegetem a csajszit, amikor tánc, vagy egyébként nagyon tehetségesen táncol rá a csaj, a tehetséget az, az, az minden szín alatt el tudom, minden témába. Mondjuk egy nagyon ügyes gameplayező, egy nagyon ügyes dobos, vagy egy nagyon ügyes gitáros, vagy egy nagyon ügyes szobrász -festő, vagy esetleg egy író esetében, ez én mindig értékelem, mindig szeretem. Vagy egy nagyon meggyőző tehetséges politikus. Én megmondom, én még ennek a... Én, én vagyok egyébként, de ennek a hodásznak a műsorát is a, néztem. Nem azért, mert ellenzéki, most nem, nem az ellenzéki, meg én se tartom, én is jobb oldali embernek tartom magam, de a lopást azt nem nagyon tolerálom. Igen, lehet, hogy egy bunkó fasz vagyok, aki káromkodik, meg minden, de a tolvajlást se kicsibe, se nagyba azt nem igazán tudom elviselni. Jobb szeretem egyébként, hogyha ezt a, egyébként ezt a kádár rendszerből berögzült, lopunk mindent, zökör, ez, ez, ez sose. Az, hogy mondjuk a munkahelyről elvisz egy celluxot, vagy egy raktapaszt, vagy bassza Isten, bazd meg valami, mit tudom én, olyan elektromos szerkezetet, ami legyen, mit tudom, egy asztali lámpa, mondtam, egy hülyesége. Még azt mondom, hogy az még úgy, ahogy belefér, vagy valami. Még igazából mondjuk az se. De amikor ezt már így... Voltak olyan kollégáim, tehát én sokat vagyon őrködtem, az, az már én sem bírtam nagyon mit mondani. Jött a munkás, Építkezésen dolgoztunk. Lerakta a portára a heggesztőt, fót. Bement, hogy beszéljen egy kollégájával, és kijött, bazd meg, és a, 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 egyik buzi kollégám a ladájába, és nem cigány volt, magyar. Fogta és berakta, bazd meg. Öt percet hát képes volt ilyen pofátlanul ellopni, Mondtam, hogy nem vagytok normálisak, bazd meg. De nem nyomtam föl őket, mert ez egy se vagyok, meg minden mi is kollega, például, hogy, hogy dolgozik úgy az ember velük, hogy, hogy érte, össze akarják verni a másikat. De ilyenekkel dolgoztam együtt. Legundorítóbb, akkor olyan emberrel dolgoztam, aki megölte a saját apját. Agyon verte be az meg a saját apját. Ez például, amikor nem volt melóm, 2012. 13 környékén, az kénytelen voltam elmenni közmunkaprogramba szégyen vagy nem szégyen, ez van. Mellém tettek egy kokerót, brutálisan szétvert az apja felé, találtam róla valahol egy videót is, nem, nem már nem a gyilkosságról, hanem ilyen rendőrségi beszámolóról, mert régen ilyen kékfénybe meg ilyenek volt, és az a csávó benne volt a kékfénybe, baz meg, és mutatták, ez régen nem volt ilyen 18-as karika, meg ilyenek, egy kajak, így a holtestekről készült fotót így bebaszták, így, így, nem foglalkoztak ezzel, hogy úgy voltak vele, hogy a kisgyerekek nem nézik, mert akkor már a szülei teszik őket. Tehát 90-es, 80-as évek elején nem volt jellemző ez, hogy, hogy kik nézhetik a izét. Nem, nem úgy, mint most, hogy úgy van elterjedve, hogy bárki, nézze, bárki nézhet, itt mindent. Még a pornót is baz meg, és utána még a szülő pereskedne a kurvanyját. nem na, na, na de mindegy. És az a lényeg, hogy egy ilyen régi kékfény adásba láttam, visszanéztem, rákerestem valahogy, szerintem elég sokáig keresgettem, hogy ott a ottani kollégák, akkori kollégák mondták, hogy, hogy ők látták is, amikor ez ment, és hogy vigyázzál velem, ilyen de tényleg ilyen bolond volt így a cigány, nem, nem, nem szerettük az évvel. Még a pallérok is ezek a, voltak ilyen, 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 Fidesz nyalonc, ki, kihelyezett Fideszes pallérok, hogy azok is vétek tőle, meg. De tényleg ilyen szó szerint ilyen nem tudtuk, hogy a csávó minek van ott. Kérdeztük, hogy ő mit dolgozik itt, és az adott akkori önkormányzatnak így a felszopói gyakorlatilag így a nyaloncai bérencei voltak ezek, Ilyen, 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 nagy, nagy valami és így bazd meg, oda tették a csávót ilyen, a főnöki pozícióba, csak az éme Fideszes, bazd meg. Ez, 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 ez 2013-ról beszélünk, ez nem is ezért, akkor csak három éve voltak, három éve voltak kormányon ezek a gecik, és bazmeg, meg, és, és, na mindegy, még azok is fostak tőlük, mert nagyon elkanyarodtam így a témától szóval nagyon, nagyon sok fajta emberre dolgoztam együtt is, nagyon, nagyon sok ilyen, ilyen tolvajló izét láttam sajnos. Tehát voltam kollégám, az konkrétan az ment őrnek, bazd meg, hogy ő lopni tudjon, bazd meg. Megszedte magát, elment a Samsung, összelopkodta magát tévével, azt kész, föl is mondott, azt kész. Ennyi. De igazából értelme sok nem volt neki. Tehát megkapta, eladta, két hónapig élt a zárám, utána elment egy másik helyre, összelopkodott egy rahedni cuccot, ami két hónapig megint elért. Így, illt a csávú. Azt már valami verő emberek keresték nálunk a cégnél, meg ilyesmi. Ki az meg. Úgyhogy Kompl Komplett vlogokat lehetne egy mesélni erről, hogy, hogy milyen, milyen, helyeken izé az meg. Ott, hogy munkahelyemen találtam hullád az meg. Hullád, geci. Halott hajléktalan találtam, bazmeg. meg. Nem is olyan régen, én 6 évvel ezelőtt, geci. Tehát egy eszmélet, öngyilkost is húztam le az Dolgoztam Pesten. Akkor tatarozták fel a. Ö, melyik hidat már? Nem, nem, ezért, bazmeg. meg. Margit hidat. 2011-tájéka, azt akkor volt. Nem emlékszem pontos időben. 2011-ben voltál ott öngyilkos csajt húztam le, bal, nem a, nem is a Dunába esett volna, malatta, be volt izélve, zsalúzva a híd. Zsalúra esett volna rá, bazd meg. Az úgy be volt, be volt, drogozva a csaj, nem tudta, hogy mi van. Eldobta a táskáját, azt a taxis szólt nekünk, hogy szaladjunk már föl a hídra, mert egy csaj kiugrott a taxiból, szétdobálta a az cuccait, azt nagyon ilyen úgy tűnt, hogy ilyen megy a Dunának, azt mondta. Meg is láttuk, hogy ilyen vaskerítésen mászott át a csaj de úgy be volt nyomva, be volt lassú, vagy gyorsan átszaladtunk, minden. Lehúztuk, de akkor húztuk le a csajszit a hídról, akkor beütötte a fejét, az meg lett az arcán egy seb. Azt akkor meg jegyzőkönyvezték egész este, bazd meg. Hú, most legyen ez szófosós live. live. Szófosós híróz, meg, ne. Ilyen se volt még. <laughs> Régen a wow csináltam hasonló olyan, A régi vovos WoW videóim voltak ilyenek egyébként. 2017-18 tájéken, ha valakit érdekel, nézzen rá. Ilyen, ilyen, ezer, ilyen, 2000 videóval ez, ezelőtti, mert kb. van már vagy 3000 videóm fenn. Na most ez ilyen klasszik, geci. Feljöttem szót fosni. Mert ezt live-ba is lehetne nyomni, mondjuk. Csak az a baj, hogy a live-ban nem, nem, sok néző szokott lenni. standardban ilyen két-három néző, aki feljön, de akármit csinálok, vagy akármilyen izé, vagy duellbe duelbe játszunk, vagy bármi, úgy a közönség, az java részt, az, az youtube-ozós, youtube-os való, de semmi baj, hát végül nekem youtube-a fő profilom, tehát nem megélhetésből csinálom ezt, meg nem is azért nem is az lenne a téma. Na most már így kezdett itt pofásodni így ez a dolog. Na, egész jól be van ez most már így rendezve. Ha lehetne rakni mondjuk monstereket is. Ilyen angyalokat. hogy <laughs> gyorsan éhen veszne mindenki, bazd meg. Hát nyilvánvaló, hogy nagy bunkóság lenne, ha kevés bányával rendelkezünk, már pedig ez egy kevés bányás pálya. De gyakran kell majd arra ügyelnem, hogy majd az ellenségi majd átjön, aztán így lejzi, rabolgat a gecibe. Nem is az a cél igazság szerint, tehát ezt a pályát lehet, hogy le lehetne, most kilódok vele egy majd két óra hosszát, és utána még ma 20 perc alatt meg a pályát, érted? Tehát de van egy nagyon jó lerohanós taktika, ami be szokott válni. Már ez akkor már válik be, hogyha ismered a pályát. Mint ha te szerkeszted a pályát, akkor ez eléggé releváns, hogy kurva jó ismered. Bocsánat, csak itt egy kis mókolgatás ment, mert nagyon-nagyon tükörbe volt ott ez a két tó egymásra. általában, hogyha valaki ilyen kivárásra szeret játszani, akkor elég a gép pályáin tolnia. Undead, undead, -ek. hol vannak? Hát előbb itt volt szemem előtt az undead. -e. Hát némi csontvázzal így lezárogatunk így ezt-azt. Itt is egy csontváz. Póver licset azért nem teszünk le, nem olyan pofátlanok. Csak hogy ez ne hogy az legyen, hogy átáll, átállnak, hozzájuk, az meg. Az az elég gyarú, hogy <laughs> megcsinálja a gép. De még ezeket a kis geciket is, akiket így lepakolgatok, magának állítja be. Ú, legyen egy csapat vámpír is, ez ugyan kikerülhető. Nation Ez az. zomba. Aha. Így egy-kettő szörnyikét leteszünk ide meg oda szatyorfülű, meg a ládi kabaz, meg... <laughs> ja, ezt is így bele nézni, de mineg az is a fölbassza az ember. Valaki hogy szopathatja így a szüleit, bazd meg. És az a szörnyű, hogy teljesen a szüleire van a gyerek. Ez Markó Gergeimre, Ger vagy ki az Isten. Teljesen a szüleire van, én is teszünk egy, ezért lezárjuk a félszigetet. Teljesen a szüleire van hagyatkozva, mert mániás a drága. Különböző mániái, meg valószínűleg a skizofrén, meg ilyen lófaszok vannak neki. Az gyakorlatilag a megélhetése száz százalékban a szüleitől függ. A csávónak. 80, meg 70, 75, meg 80 év körül, meg a koporsó közötti totál idegronsz szülei vannak azoknak tényleg én azt mondom, hogy egy-két egy év az koporsóban lesz mind a kettő. A gyerek meg úgy, hogy van, megy, megy, megy a hajléktalan szállóra. Vagy hogyha szerencséje van, akkor valami bellakásos zárt osztályra bekerül ott legalább. Elizélgetik szépen. Eloltogatják ott szépen így nyugtatóval, meg ilyesmi. Az talán jó lesz neki az éje. Na mindegy, és ez nagyon kegyetlenül szívatja a szüleit, sajnos. És nagyon sok ilyen troll, hogy látom, gyodatalá, az élvezkedik. Meg adják neki a hülyémnél hülyébb ötleteket, hogy így csinálja, meg úgy csinálja, meg live meg jaj, bazd, meg De most gedsz, és tényleg ez az ilyen a műsor, hogy kettő ilyen kikészült öreget kínoz egy ilyen, ilyen skizofrén gyerek, és a sok barom meg ennek örülgeci. Én nem is tudok erre mit mondani. Azért emberileg ez, ez, már nagyon aljadék. Nagyon aljadék. Sajnos ilyen, nem, ilyen, ilyen, emberek vannak ebbe az országban, akik ilyennek tudnak örülni. Másnak a bajának. mondjuk én csak azokének tudok örülni, akik mondjuk rászolgál. Azt tudom, hogy geci, és tudom, hogy rászolgált. Bár még az, még az ilyen, ilyenbe se rugok bele, mert minek? Nincs értelme. De ismertem már ilyen, ilyen embereket, hogy egyébként megnyomorodott, tudtam, hogy egy szarházi ember volt, de, de úgy mégse tett neki semmi kárt. Pedig lehetett volna, meg mivel lehetett, hogy okom is lett volna rá. Na mindegy, Nézzünk a tools met specifikáció, normál szint. Na mi legyen? Hát legyen a stílszerűen. Halló... Hello, Vén! Írtás! Oh, mocsár! Ó, oh, ez elég szar. Halloween, na mi legyen címe, ez a halloweenos pája, pálya, bazd meg. Na mi a faszom legyen a címe, geci? Rohadt narancs. Bazd. Nem. Hát na, ne jó lesz ez, rohad a narancs, bazd meg. lehetne is kis elősztori állni Még régen voltam pályám, ahol hőshöz kötöttem a map megnyerését. Hát rohad narancs, mondjuk nem hülyeség, mert ugye andedekkel megyünk, sok az ilyen zombi, meg ilyesmi. Ez teljesen belefér így a témába. Description. Na, mi legyen a description, bazd meg? Legyen egyáltalán ilyen geci. Szerintem nem kell az. ez Shadow of the Dead kiegészítő? Oké. Okay. Hűs Hős az konkrétan nincs. Lesz, aki lesz, ad, akit ad a gép. rohad a narancs. Már mondjuk akkor Halloween halottaknak. <laughs> Szeptember a kurva anyádnak a hülye picsája, bazzonak. 01. Vagy 02. Most nem tudom, most hogy minden szentek az. November 1, november 2. Hogyha halottak napja. Na most legyen, és magamat is megszivattam. Itt van, közeledik a halottak napja, ezért a cím is teljesen irre, irreleváns. Mert Halloween az október 31, halottak napja pedig november 01. Veszőt tettem oda? Remélem. Na, ez a, háttértörténet, ez a, ez a háttér <laughs> keheti mindenki a hajára. Múlt, lehet, hogy november másodika. És azt mondom, hogy akkor ünnepel, egyébként nálunk a városunkban, egyébként ezt még elmondom, miért leokozom. Már leokoztam. Specifikáció, oké, elmentette, remek, remek. A városunkban szerveznek ilyen maszkos, ö, csokoládés, faszom ilyen, ilyen ilyen gyertyás, lámpásos, tökfaragós felvonulást. De mi a büdös gecinek? Én nem tudom, ez Halloween tényleg, ez azt mondom, hogy nagyon hangulatos, mert amúgy gyerekkoromban is faragtunk ilyen tököket, de nem ezeket a kerekizi hanem ezt a tökmagnak való lófaszt, ez a hosszúkás tök. Tele volt vele a kertünk, nagyon sok volt, irdatlan. Ilyenkor október vége felé tele voltunk ilyen kibaszott tökökkel, azt mindig anyám ketté vágta hosszá, hosszába, tehát oldalt, mindig mondtam, hogy mondom, hagyjál rajta sok rész, hogy legyen mit kifaragni, és kaptunk ugye ezeket a úgy, úgy nézett ki, mint egy ilyen hosszú padlizsámba az meg az egésztök. Ne vágta a végét, és akkor ilyen, ilyen, sisakot, sisakot faragtunk, meg minden lófaszt, és ezeket így a kertnek a kerítésére ráhúztunk, de volt, hogy, hogy huszat, még hugommal régen kifaragtunk mindig azt. Raktuk, meg tettünk bele gyertját, meg minden lófaszt. De csak ennyit, ennyi, ennyire ez, ez nem Halloween-specifikus, ez konkrétan mindig ilyen, ilyen halottak napján. Csak mondjuk ez a tökfaragás rész, ez, ez, ez így bejött. De úgy vagyok fele, hogy inkább már csak így nosztalgiázik az ember, tehát így horrorfilmeket szoktam nézni. Ilyenkor dögivel. Régen elő, előveszem így ezeket a faszak is retro régi dvd Ezeket videókazettán is lenne, jó lenne nézni, ha lenne működőképes videóm, mert azt is szerezni kell be. Végül gondolkoztam még egy videókazett a gyűjtésen, és bazd meg, de faszom nem, vagy külön garázs kéne bérelni, bazd meg. Mert lehetne kapni olcsó kazettát, mert nem akarok ilyen kurva ritka filmeket beszerezni, mert is ismerős, amikor nem ismerős, ilyen, egykettő, egy-kettő ilyen, egy ilyen zégből, videós közegből nézett ö, ember, aki szinte csak mondjuk víkós horrorokat gyűjt például a kokály. Ami tök kurva jó dolog, meg tök fasza meg, ami nekem is simán a pofámra férne. Csak majd ezeknek is úgy elszállt az ára, ezért ez a régi víkókazettáknak is. Meg hát tény is való, képcsöves tévéim, tévéim, azok vannak, azt kettő is mi működő képes, de Magnum csak egy ilyen nagyon szétbaszott funáj, de én abba a kazettát nem raknék már bele, mert a kazettákat, meg ilyesmi, úgyhogy az, az menni kell majd. Régen pedig 5 meg 6 ezreké ment a Vaterán, most megint mostanában divatba jött megint ez a videókazettázás, most meg már, már drágábbak lesznek, mint a Magnódeg, baz, meg, te hihetetlen, geci. Na szóval, úgy tűnik, hogy kész a pálya, ez meg megy szépen installálásra, felinstalláljuk szépen a Youtube-ra ezt a videót, és akkor majd lesz belőle kiátszás is valamikor, na nézzük, szép, vanyádba már baszd meg, na. Save us. United H3 map. Rohada. Roha. <laughs> D betűt. Elfelejtettük. Rohad a narancs. Map export text hát ez export import szévasz volt meg e, MET specifikáció oké okay. ennél több nem is kell hát reméljük hogy nem lesz vele baj nem úgy azért ráindítok még próbaképpen na köszönöm hogy itt voltatok megnéztétek esetleg hogyha valami olyasmit mondtam valami kicsi lelketeknek sértő Azért ne haragudjatok, mellesleg meg így jártatok. Na, köszönöm szépen, elköszönök, szavaztok. Miért nem gyors billentyűt használok ennek is a ráállítására geci?